Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen! Egy fantasztikus hírt fogsz kapni. Miről van szó? Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetet, vagy a központi témát itt ez a kártya mutatja. Itt látható, hogy te ott fekszel az ágyban. Persze, ezt nem kell szó szerint érteni, hanem azt jelenti, légy visszahúzódó, vagy tedd kényelembe magadat, várj, hogy mi történik, hogyan alakulnak a dolgok. Ez a férfi megjelenik az életedben, és levetkőzik. Az jelentheti természetesen a testi kapcsolatot is, vagy a szándékait, hiszen itt egy hírről van szó, de azt is jelenti szimbolikusan ez a kártya, hogy nyitott lesz. Nyitott lesz érzelmekről, tervekről beszélni. Ez a kép utal az élet erőre. Vagy ő ad neked erőt, vagy te adsz neki erőt. Itt ez a fa jelenti természetesen a természetet is, de azt is, hogy kell egy hely, ahol úgy érzitek, hogy igen, ide most elérkeztünk, itt le tudunk gyökerezni. Ez lehet a hivatás, lehet a párkapcsolat, vagy egy hely, egy költözködés, és ez a hely, ez a változás erőt ad neked, és neki is. Itt, ezen a képen látható egy kreatív tevékenység. Az lehet, hogy kapsz egy hírt, és ezáltal lesznek új gondolatok, ötletek. Vagy egy kapcsolat, egy közös alkotás. De amit ez a kép még szimbolikusan jelent, hogy fest le képek alapján azt, amiről álmodozol, amit elérni szeretnél. Ha megvan ebben a hited, ez tükröződik akkor számodra, és tényleg jön egy fantasztikus hír. Vagy azt is jelentheti, hogy már te ezt elképzelted, és most megkapod a választ rá. Itt látható a háttérben egy hajó, mint ahogy itt a képen is, ez szimbolizálja a reményt. Tehát megvan arra a remény, hogy minden jóra fordul, hogy ez a hír bekövetkezik, és örömteljes lesz számodra. Amit ez a hajó és ez a hajó is jelent, ezek az utazások vagy külföldi kapcsolatok. És ez az utazás lehet egy belső út is, egy közös életút vagy egy lelki kapcsolat, hiszen ismeritek egymást a korábbi életből, és megvan itt ez a vonzalom, ő visszatért hozzád, van egy kármikus kapcsolat, egy lelki kapcsolat kettőtök között, és ez lehet, ez a hosszú lelki út. A hölgy kezében itt van ez a kehely, és a szimbolizálja az érzelmeket. Itt érzelmekről van szó. Sőt, én valószínűnek tartom, hogy ez a férfi itt levetkőzik, nyitott, ezekről az érzelmekről beszélni. Ezen a képen láthatóak az aranyérmék, amik utalnak anyagiakra. Ez a jó hír lehet egy nyeremény is. Amit még az érmék jelentenek, a munkahely, a hivatás, itt lehet egy változás, egy új kezdet. Viszont, ha a képet nézzük meg, akkor látható a család. És az aranyérmék utalnak akkor a biztonságra,
és az értékekre. Ez lehet egy belső érték is. És itt megvan ez a családi kapcsolat, vagy jön egy hír a családból, és itt anyagiakról lehet szó. Amit ez a kártya még szimbolikusan jelent, ez a múlt, a jelen és a jövő. És itt rendeződnek a dolgok, hiszen a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új ciklus, egy új periódus kezdődik. Itt lesz egy találkozás és egy csere, adok-veszek, vagy te nyújtasz valamit a számára, de ő is kínál neked valamit. Ez utal a párkapcsolatra természetesen, és itt meg lesz most az egyensúly, de lehet egy szerződés is. A 7-es szám a hold energiáját jelenti, és az utal az álmokra, a vágyakra, a reményekre, és ez az álom most megvalósul, ha te el tudod így képek formájában ezt képzelni, akkor itt a remény, és te ezt megkapod. Itt lesz egy új kezdet, és te elérkezel oda, ahova szeretnél. Ez a kard jelenti azt, mennyire fontos, hogy elvágd a félelmeket, a bizonytalanságokat. Tedd át magadat ezeken az érzelmeken. Amit ez a kard még jelent, fontos döntések. Vagy te hozol most döntéseket, vagy ő hozott döntéseket, és ezt közli veled. Amit a kard még szimbolizál, ez a levegő eleme. És a levegő eleménél kommunikációról van szó. Amit én mondani tudok ehhez a kivetéshez, most jön egy fantasztikus hír, és kívánok neked egy fantasztikus napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.